Sziasztok, ez itt újra a VR, ez pedig a vlog. Ez a vlog. A vlog. A Play It vlog. A Play It vlog, szerettük volna összefoglalni, hogy mit lehetne a Play It-en, meg hogy milyen volt nekünk, meg minden. Úgyhogy átállt már egy jó pár nap azért. Közvetlenül utána szerintem kellett volna. Eleve gondolkozunk azon, hogy lecsináljunk-e vagy sem, de hát azért csak. Igen, most nem vlogoltunk abban az értelemben, hogy ott kameráztunk volna. De gondolom ezt tudjátok, hogy igazából nem is nagyon lehetett volna megcsinálni. Sehogy. Mert nagyon nem lett volna mikor. Úgyhogy. Hát ez a Play It is durva volt. Fú, nagyon. Durvább volt, mint az előző? Hát igen, de mindig durvább. Hát azért mondom. De igen, tényleg durvább volt amúgy. Igen, nagyon. Hát a program az megint szoros volt, ha bár úgy gondoltuk, hogy nem lesz annyira szoros. De a vége már jó volt, hogy ott egy helyen voltunk. Hát igen. Csak addig volt gáz, igen. Igen. Hál' Istennek gondoskodtak arról, hogy ne nagyon legyen pihenő, de ezzel semmi gond nincs. Nem is volt, úgyhogy... Ja, nem nagyon. 10 percünk volt, azt mondom, egész nap. Nagyjából, de mindig nem is ez a lényeg. Állati durva volt a Play It. A programokat tekintve, legalábbis egy picit beszélünk arról, hogy mi mit csináltunk. Ja, szinte, hogy a programokat tekintve egyébként nem volt belőle tényleg nagyon-nagyon sok. Maguk az OCTV színpadon lévő programok azok szerintem tök jók voltak, tök jókat dumáltunk, meg minden, meg maga a kérdezfelek is jó volt velünk, meg megpróbáltuk ott szórakoztatni a közönséget, amennyire tudtuk, ameddig ott voltunk az OCTV színpadon. Uh-huh. A Lenovo Suit szerintem nagyon zsír volt. Szerintem jó volt. Ugye gyakorlatilag Counter-Strike-ba nem játszottunk, hanem hát kiálltunk oda a színpadra, hogy megverjenek minket azok, akik nyerjenek. És kézzel ez lehet, meg fog ismétlődni. Mi van? Hát Debrecenben is van ugyanolyan. Ugyanez a Championship. És még nekünk játszani kell. Ott is lesz egy offline döntő, és valószínűleg ellenük is játszarunk el. Ez még nem 100% amúgy, de valószínűleg igen. Hát azt gondoltam, hogy nem 100%, mert nem tudok róla. De egyébként ez tök vicces. Én nekem nagyon tetszett, megmondom őszintén, tényleg. Vicces volt nagyon. Nagyon vicces volt. Tök mindegy, hogy szarrá mertek minket, akkor is vicces volt. Nagyon vicces volt. Egyébként biztos volt pár olyan, aki nézte, mert livestreamben volt az egész. Ja, igen, livestreamben volt. Igen, igen. És Tommy Games-szel? Tommy Videó, bocsánat. Én vagyok a hülye. Tommyval. Nosikával és Biturbóval játszottunk, igen. Úgy voltunk öten. És amúgy nagyon vicces volt, meg nagyon sokat röhögtünk. Úgyhogy szerintem istenetlen jó volt így az egész. És megöltem egy embert, vagy kettőt is, mi vagy hármat. Vagy hatot megöltem. Nem tudom, de lőttem. Iszonyatosan pró volt. Én néztem is. Volt olyan kör, amikor előttem voltál, simán. Olyan iszonyatosan pró volt. És majdnem lehozott Pisti egy kört. Azt én úgy számolom, igen, annyi gyakorlatilag volna, lehoztam. Annyi kellett volna, hogy 5 méterrel így az AK-val lehet valami valakit. Igen, nem baj. Nem is került. Rossz volt Szegér. Nem viccelek. Az volt a gond. Nem egyébként. Az volt a baj, egyébként nem volt egérpadunk. Remélem most Debrecenben lesz. A sokat számított volna. Nem, mert azért nem volt egérpadunk, ha lett volna, akkor most érted, milyen égő már, hogy agyonverjük a izéket. Hát ez igaz. Hagyjuk. Ugye ez is tök jó volt, ott is rengetegen voltatok, nagyon klassz volt. Utána voltunk a nagy színpadon. Hát ott ilyen quizt csináltunk. Ott is nagyon sokan voltatok, meg nagyon-nagyon tudtok visítani. Fú, nagyon, ja. Az biztos. Aztán voltunk a mozdulgémeren, nem a mozdulgémeren, hanem a mozdulgémer színpadon, ahol tök érdekes dolgokról beszélgetünk a VR-ral kapcsolatban. Mm-hmm. Nagyon sajnálom, mert én azt hittem, hogy több időnk lesz a VR-os kérdésekre. Nem volt ebbe bejátszott az is, hogy elcsúsztunk. Igen, az első dedikálásnál ott egy negyed órát elcsúsztunk. Igen, a dedikálás miatt, és ezért úgy kellett befejeznünk, hogy hamarabb, és hogy ne tudjunk ebédelni. Úgyhogy... Rotty. Az úgy rotty lett. Igen. Tulajdonképpen. De... Hát függetlenül az is jó volt. Jó ott azt hiszem, a játékos léttel beszélgettünk arról, hogy milyen erőnyei hátrányai vannak a virtuális valóságban. Illetve egy pszichológussal, vagy nem? Mintha a zöldönyös úriember... Igen? Nem a játékos léttel vannak mi? A fiatalabb srác, aki mellettem ült, igen. Ő a játékos létő volt, de szerintem a másik srác nem. De lehet, nem tudom. Akkor az olyan, én tudom, hogy ő ki. Ja, igen? Igen, csak azt mondom, hogy mit csinál. Mindegy. Öltönyben volt. Két szakértővel beszélgettük, akik főleg ilyen pszichológiai szinten vannak ott. Igen, de ezt a gamification nyomják. Igen, a gamification. Az ugye a másik srác az öltönyben volt, tehát ő biztos, hogy valami komoly munkája van, nem mint az embereknek. Azért akik az... nincsenek öltönyben. Ja, igen. Vagy porszívótájú. Ő nagyon szakértő volt. Így van, ő tényleg nagyon szakértő volt. Olyan dolgokat mondott, fú. Nekünk is legközelebb öltönybe kéne mennünk, és akkor tudod... És amúgy láttuk, hogy nektek is tetszett. Képzeld, hogy mi lett volna öltönybe vagyunk? Csak úgy csillogott a szemetek, hogy tényleg. De tényleg nagyon érdekes. Öltönybe láttunk, hanem lehet, el is hiszik, amit mondunk.
Lehet amúgy. Hát azért csillagot azt mondja, hogy mi a szarról beszél, hogy a csillag. Na mindig. Úgyhogy ez is egy jó program volt. Aztán kezdődött ugye hát nagyjából a 2 óra 30 perces kérdezfelelek videóval. Videó? Ú, basszeg. Kérdezfelelek, Jani nem volt ott, biztos azért nem tudja. Ja, én azt hittem, hogy 2 óra 30 perc hosszú volt. Mondom, nem, 2 óra 30 perc kor kezdődött ugye a Q&A, ahol ugye bedugultunk egy kicsit. Nagyon sokan voltatok ott. Mert rengetegen voltatok, és hála Istennek onnantól kezdve nem nagyon fogytatok el. Hát eszmetlen jó volt egyébként az egész abban a szempontból, hogy ugye találkoztunk veletek. Annyi mindent kaptunk tőletek, rajzot, meg eleve csak annyit. Mit irkálsz megint? És tényleg az van, amit mondtuk is nektek, hogy most gyakorlatilag most ilyen processing van. Van két nagy doboz. Azokban vannak az ajándékaitok. Tele van! Megnézzük, hogy van-e benne valami romlandó, tehát például a bacont azt félre raktuk. Igen. De nem minden van benne, meg hogy nem tudjuk, hogy valami megsérült, de reméljük, hogy nem. Nem, szóval minden itt van, nagyon-nagyon köszönjük. Meg köszönjük azoknak is, akik csak úgy ott voltak. Nagyon jó volt beszélgetni veletek. Többek közt ezért is szántuk rá magunkat arra, hogy ott maradjunk veletek a rendezvény után. Igen, annak nagyon örültetek is. Meg mi is igazából. Igen. Ha nem is látszott, akkor is ott. Mert akkor már aztán a végkimerülés mindenénél voltunk. De igen, láttuk, hogy rengetegen vagytok még, tudjuk, hogy nagyon sokan, nagyon sokat álltatok sorba, meg minden, és akkor mondták, hogy bezár a bazár, nem, egyszerűen nem tudtunk elmenni onnan. Tehát úgy döntöttünk, hogy ott maradunk, és mindenkivel beszélünk egy kicsit, ami egyébként nagyon klassz volt. Ugye időtben kiszorultunk az épületből, ki kellett mennünk. Remélem, hogy azért nagyjából elégedettek voltatok azzal, amit megpróbáltunk. Igen, azt láttuk, hogy akik ott voltak, nagyon elégedettek voltak velünk. Viszont azt hallottam, hogy voltak olyanok, akik azt mondták, hogy milyen bunkók vagyunk, hogy nem állunk le velük beszélgetni, miközben mentünk egyik színpadról a másikra. De ezt be is jelentettük nektek előre, hogy ne haragudjatok, de rohannunk kellett. Volt ez ilyen? Úgy működik, hogy van egy ilyen automatizmus, ez nagyon kemény. Hogy amikor ott vagytok mellettünk, és kértek valamit, vagy ilyesmi, miközben menjünk a másik színpadra, megkérdeztem tőlük, hogy el fogunk kiesni a másik színpadról, ott van a Kimstar nagy színpad, minden, és nagyon számítanak ránk, hogy oda fogunk érni, és muszáj odaérnünk. És mondták, hogy őket nem érdekli. Ja, hát igen. Most erre mit mondjak? Nem, meg igazán szerint... Vagy mit csináljak? Igen, meg azzal van a gond, amúgy mi maximálisan megértünk titeket, szóval nem arról az egy aláírásról van szó, hanem hogyha egy embernek aláírjuk azt a papírt, vagy akármit, akkor oda jön hirtelen rengeteg, és akkor kész, ennyi volt, kész a program. Igen, meg én megpróbáltok elmagyarázni, hogy most csak nekem, ha neked aláírom, akkor most mondjam meg a másik 400 vagy 500, vagy ki tudja hány embernek, hogy neked nem csak neki. Ez így nem működik. A másik dolog, igen, tehát volt egy pár ember, aki írta, hogy mi van. Srácok, amennyi időnk volt, azt mindent oda szántunk. Valamikor este 9-kor jöttünk el. Igen, és mindenki hazament. Mindenki. Igen, megvártuk az utolsó embert is. Mindenki. És a Blade-ről, akik nem mint nézők, hanem mint mások voltak, ott mindenki hazament. És mi akkor kezdtük. Ja. Úgyhogy mindegy. Remélem, hogy aki ott volt velünk, és türelmes volt, az valamennyire értékelte azt, hogy tényleg megpróbáltunk mindent. Ennél többet már nem lehetett csinálni. És külön elnézést szeretnék kérni azokért az emberekért, akik ugye bedugult az egész Blade hosszában. Mert ott álltatok a sorban türelmesen. És voltak emberek az oldalsó korlátnál, tehát mi mellettünk volt, tehát soron kívül gyakorlatilag, 3,5 óra hosszán keresztül ordítottak. Hogy Jani vagy Pisti. Igen. Felhívva a figyelmet magukra, hogy szarjak rátok ott, akik ott álltok nem tudom hány órája, és velük foglalkozunk. Ez kegyetlen amúgy. Ők szerencsés emberek. Szerencsés emberek. Igen, nyilvános volt a rendezvény, fotóztak, videóztak. Az nem szabad ilyen korosztat csinálni. Ja, igen. Ja, egyébként igen. Ilyen szempontból igen. Na mindegy, úgyhogy ez durva. De minden esetben nagyon-nagyon köszönjétek, nagyon-nagyon sok voltatok, rengetegen voltatok, ez nagyon-nagyon-nagyon jól esett nekünk. Tényleg. És pont ezért próbáltunk mindent elkövetni azért, hogy mindenkinek jó legyen valahogy. Fú, ez nagyon durván hangzott egyébként. De akkor is. De egyébként ez tényleg így volt. Igen. Igen. Én amit még ki szeretnék emelni... Emeljed! Az a... Mindig... Mit?
Hallottam valaki, hogy kapartat? Kapartaj, megjött be azt meg a izi új sportfeltenni eladához, megőrülsz, úgy kell nem figyelni. Hogy nyomja? És megállt, pont megállt. Na mindegy, valaki itt amúgy nagyon szokta nyomni. Na mindegy. Szóval azt akartam mondani, mindenképp ki szeretném emelni, hogy nagyon örültem én személy szerint, hogy találkoztam rengeteg YouTube-ossal. Igen. Mert eddig ez, akár hisztek, akár nem, ez valahogy kimaradt az életünkből, szóval így nem is igazán volt időnk arra, hogy a többiekkel felvegyük a kapcsolatot, és bármilyen beszélgetésbe kezdjünk velük. Meg mi ugye nem vagyunk Budapesten. Meg nem vagyunk Budapesten, és azért nehéz ez a dolog, de itt most, ha nem is a Playten, mert azért ott tényleg nagyon korlátozott idők volt, igen, de egyébként ott is a szünetekben próbáltunk beszélgetni a többiekkel, és egyébként nagyon rendesek voltatok, mert tartottátok bennünk a lelket, mondtátok, hogy nyugis rácok, faszák vagy. Ja, tényleg, igen, mindenki nagyon-nagyon jó fej volt, hogy mindenkinek nem tudjuk ásorolni, mert voltunk, hogy 50-en, hogy pontosan kik voltak ott, azért nem soroljuk, mert akkor valakit kihagyunk. Biztos. És az nem jó, úgyhogy minden nagyon-nagyon köszönjük, mert tényleg nagyon-nagyon jó arcok voltatok, és tök jó volt veletek találkozni, hogy még nem találkoztunk. Igen. És aki akart velünk beszélni, vagy mi akartunk vele beszélni, és nem beszéltünk, nem ilyen nagy pökhendi, magasorú balfaszok vagyunk, akik szarnak rátok, vagy ilyesmi. Nem. Szó sincs róla, hanem... Itt nem volt idő. Nem volt idő, sajnos. Na! Igen. De nagyon élveztük ezt a részét. Miért fogom ezt? Nem tudom, és utána viszont a Play It After Party-n, ott már volt időnk beszélgetni. Hát igen. Az jó volt. Ú, van egy fényképem rólad, Pisti. Á, nem vágom be, inkább az túl durva, a szemüvegembe vagy. Még ha csak a szemüvegembe lennék, akkor azt már rá vág be! Nem, azt igen, kihagyom. Na mindegy, jó volt amúgy, tényleg. Nagyon örültem, hogy tényleg beszélgethettem veletek. Ja, szerintem nem, én is nagyon örültem neki, meg amúgy is, akivel beszéltünk is a YouTube-osok közül, róla volt lehetőségünk rá, azokkal is már tök régen. Mert így az eddigi Play-teken nem volt abszolút alkalom rá. Nem. Meg utána nem nagyon volt semmi, meg ilyenek. De tök jó volt dumálni. Igen. Tényleg. Az nagyon-nagyon király volt. Nagyon király volt. Ennyit a Play-ről. Zsír volt a Play-t. Istenek vagytok. Még mindig. Így van. Szóval majd Debrecenben találkozunk. Találkozunk. Aki ott volt Pesten, az lehet, hogy nem jön. Biztos, hogy jön. Egyébként mondták. Volt olyan, hogy ott volt a Pesten. Vicceltem. Igen, picit a videókról. Igen, előtte még. Szeretnénk köszönetet mondani ebben a videóban az OCTV-nek. Igen. Ezt nagyon szeretnénk köszönetet mondani, mert ez, amit most összehoztatok, srácok, ez zseniális volt. Zseniális volt. Tényleg az egész színpad. Meg ahogy kezeltétek a YouTube-osokat, a kicsiket is, a nagyokat is. A nagyokat is, mindenkit. Egyformán. Egyformán volt minden kezem. Nagyon-nagyon zsíró volt megcsinálva. A nézői részről is olvastunk rengeteg sok pozitív visszajelzést azzal kapcsolatban, hogy volt egy megadott hely. Remélem legközelebb majd nem a kisebb csarnokba rakják, vagy oda rakják megint, és akkor megint bedugulunk. De tudja, igen. De ahogy nekik jó, nekünk csak jó volt. Milyen durva volt. Oda se lehet menni. Oda az annyian vannak. Ja, tényleg igen. Igen. Mindegy, szóval tényleg nagyon királyul meg volt szervezve. Nagyon királyul meg volt szervezve. A VIP tök jól nézett ki, bár nem nagyon láttuk, a kaja nagyon finom volt, csak nem ettünk belőle, úgyhogy minden de király volt. Kicsit ettünk, egy kis mini szendvicset. Meg ittunk narancslevet, az nagyon finom volt. Nem is kellett volna hallod, hú. Na mindegy, istentelen jó volt, köszönjük szépen a szervezést, tényleg. Ja, köszönöm szépen azoknak, akik egyébként a WC-be csak nyomtak velem egy selfie-t. Volt olyan, nagyon durva volt, mondtam, hogy nem láttad a videónkat. Milyen videó? Csináljunk már, hallod? Mondom, jó van, akkor nyomjuk. Na mindegy, volt ilyen is. Na jó, tényleg köszönjük mindenkinek. Így van. Na, és akkor a videókról ott tartottunk. Igen, a videókról. Eszméletlen fáradtságú voltunk a Play-t után, mert ugye vasárnap értünk haza napközben, és akkor még gyorsan megcsináltunk az Oculus-t kibontást, amiről sokat olvastam, hogy látszik rajtuk, hogy fáradtak vagyunk. Hát ja. Azok voltunk, bocs is látszott, tényleg. Úgyhogy ez ilyen. És még aznap ugye elkezdtük csinálni nektek a videókat. Kemény volt. Nem estünk ki a tempóból. Nem, tartjuk. Srácok. Ez a videós videó. A kurva életbe. Na mi van? Atya ég. Az ember összefossa magát. Miért kell mindig beszólni? Ja, hát igen. Mindegy, mit raksz ki. Megint ez a szar. Valami normális is lesz még, talán ma. Esetleg. Valami normális videót nem akartok csinálni valamikor, esetleg. Beszarok. Ebből hamar ilyen J-es nyilvabobos téma lesz amúgy, Jani. Nagy a csatorna. Egyre igen. Több mindenkit ismerünk. Most már ezzel lesznek kapcsolatok. Ja. Kérszek egy hét szabit.
az lesz a vége. Jövünk mindennel, srácok, most egy picit több VR-os tartalom volt. Tudjuk, hogy nagyon sokan örültetek neki. Tudjuk, hogy van, aki gyakorlatilag már meg akar erőszakolni minket, édesanyámmal akarnak találkozni, vagy megölni azért, mert ez két VR videó egy nap, mi ez a szar? Mi ez? Nem ezért, mint dislike! És jó? Csak az a nem működ a VR, de egyébként minden... Semmi közül nincsen hozzá, Jani, olyan, mint sminkes videókat pontosan csinál. Pontosan, YouTube csatornás. Nem ez a lényeg. Tudjuk, hogy nagyon sokan örültetek neki. Most... Tehát imádom, aki megkérdezi, miért most nem ennyi VR videó? Mert megjött a két eszköz, tehát így. Jaj, azért, mindegy. Akinek tetszik, tetszik. Akinek nem, nincs ezzel semmi gond igazából. A Dark Souls jön. Most gyakorlatilag, tehát most is kitört ugye az anarchia a tegnapi nappal kapcsolatban. Igen. Tehát 4 napból 3 nap volt Dark Souls, 1 nap nem volt. Egyből. Öregem, mi ez? Meg akarnak ölni. Nagyon jó lesik, köszönjük. Lesz Dark Souls, lesz minden. Amiket beszéltünk a Play-ten, azok jönnek, azok a gameplayek. Sűrű lesz a tempó, srácok. Főleg a jövő hét. Jövő héten 2 nagy címünk is jön. Hát mondjuk meg mi az, mert tudjátok. És a 2 nagy címünk úgy jön, hogy a hétvégén Debreceni Play-t. Uh-huh. Megdöglünk. Nem tudjuk, hogy fő csinálni, de próbáljuk tartani a tempót mindenképp. Meg lesz a tempó, meg lesz minden. Igyekszünk mindent úgy csinálni, ahogy eddig is. Ahogy esik. Igen. De amúgy sikerülni fog, tehát nem lesz gond. Igen. Erre a hétre már nem sikerült megcsinálnunk a Bloody Trapland folytatást, amit mondtuk nektek a Play-item, és ezért elnézést kérünk, de nem úgy jött ki az idő. Nagyon nem. Azért nem sikerült megcsinálnunk a Bloody Trapland folytatást erre a hétre, mert lesz más a Bloody Trapland mellett, amit szintén sokan kértetek, uh-huh. És az jött először, igen. És a Bloody Traplandet nem 1 óra megvágni, nem 2, meg nem 3, mert tudjátok milyenek. Igen. De lesz! 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 Tényleg. Annyira nagyos volt, olvastam egy Facebookon egy kommentet. No. Véletlenül. Hogy? Véletlenül? Meg tudjátok mondani, körülbelül, mikor lesz? Ja, körülbelül! Azért, hogy azt mondja, hogy hétfőn, akkor most mi lesz? Tehát körülbelül meg tudjuk mondani, mikor lesz? Halál aranyos, tényleg nagyon aranyos, és nem tudom, hogy mit kezdesz az információval. Nem tudjuk, tényleg nem. De mindegy, nem tudjuk. Hát valószínűleg a hét elején. Jövő héten, az biztos. Értem. Szerintem a jövő héten már biztos, igen. Igen. Néhány gameplayünk véget ér majd, tartozom még nektek Quantum Break befejezéssel, Far Cry befejezéssel, illetve a Dark Souls is hamarosan. Hamarosan. Igen, amúgy már vége fele. Még nem, de már hamarosan. So. Hát ha még egy Champion Gun érjön, akkor nem tudom, de igen. Akkor csak nem. A vérbe. The best Champion Gun, az is a neve. Even more Champion. Even the more Champion Rare. Championer. Then the other. Champion Gandhi. Igen. Az úgy jó. Ez lesz a neve. Az úgy jó. Reméljük sok információt megtudtatok tőlünk a Play-ten. Igyekeztünk olyan kérdésekre válaszolni, itt a Q&A-ben is olyan kérdések voltak, hál' Istennek, amikre még nem nagyon válaszoltunk. Igen, tök jó kérdések voltak. Tök jó kérdések hihetetlen. Voltak, nagyon köszönjük őket. Nagyon-nagyon szeretünk titeket, nagyon-nagyon köszönjük, hogy ott voltatok. Eszméletlen zsír volt az egész, csak nem volt időm hihetetlen megint feleszmélni. Meg az volt a nagyon nagy mákunk, hogy nem tudtuk összetolni magunkat a tömeg méretén, mert hogy kicsik vagyunk. Igen, és nem lát. És nem lát. Aztán később látok most fotókon, hogy így... Igen, tehát tök jó, mindig csak az első sort látok mindenhonnan, mert ugye nem nőttünk túl nagyra. Ja. Ez van. Jó. Na. Nagyjából ennyi. Igen. Nyomjuk tovább. Közeledik a livestream. Tényleg, igen, közeledik. Fingus nincs, mikor lesz. Iszlet, de közeledik. Kezdenek feltűnni a horizonton a ködből. A livestream jelei. A Siriának a habokban. És így... Nagyjából körvonalazódik a déli bábban az a dolog, amit várunk már. Igen. Ja, mert nem azért nincs a livestream, mert nincs kedvünk hozzá, hanem mert én nem akarom. Hát, ez nem feltétlenül igaz. Inkább azért, mert kurva nincs rá időnk. De igen. Ja, igen. Nem, viccelek. Persze. Tényleg nem nagyon van most időnk, de most már látjuk a livestreamet. Igen. Én nagyjából azt is tudom, mikor lesz. Most találtam ki. Majd elmondom. Hát ez jó, hogy előre szólnál, mert... Szólok majd, hogy ide tud jönni. Az fontos. Nem muszáj. Nélküled így. Nem muszáj. Elkezdjük aztán, hello Pisti, hogy megy a livestream. Nem, nyomj, hangosíts ki. Hangosíts ki. Jaj, igen, mint az egyik izé livestream, igen. Nagy. Jaj, de az várjál, az mi is volt? Az a Tekken volt, amikor meglett a 100 000. Úristen, ja. És csináltam egy live-ot, és itt kihangosítottak, hogy halljanak. De akkor valahol is voltam? Otthon? A munkában mentél hazafele. Igen? Aha. Baszki. Igen. Tényleg. Új volt. Az ura volt. Dobra volt. Na jó van, srácok, ezt megint elhúztuk ezt a vlogot. Még egy dolog. Na.
A számok fontosak, nagyon. Mindig is fontosak voltak. Nagyon örülünk, hogy követitek őket, örülünk, hogy örültek a sikereinknek, mi is örülünk a ti sikereiteknek, mert igazából ez a ti sikereitek is, nem csak a miénk, de ne foglalkozzatok annyira velük. Ja, egyébként annyira nem fontos. Számok jönnek, mennek. Feliratkozó szám, megtekintés. Össze-vissza. Ha nagy eredményeket érünk el, azokat megosztjuk veletek, és mi is örülünk neki, mert büszkék vagyunk arra, hogy ti vagytok nekünk, és a többi, és a többi, de annyira nem kell ezt túlkapni. Nem számít semmit. Addig jó, ameddig csinálunk videókat, ti meg megnézitek őket, és lebasztok minket, hogy miért az. Igen. Úgy így tovább. Ja. Így tovább, így. Köszi még egyszer, srácok. Köszi. Szevasztok. Sziasztok.